Sziasztok, köszöntök szépen mindenkit innen a Horror TK-ból, én Damira Dávid vagyok, ez pedig itt a Midian Podcastnek az ötödik része, és ezúttal is itt van velem Turi Roland a Movie Hunting csatornáról. Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit itt a Midian Podcastünkben. Nos, hát túl vagyunk egy Hitchcock epizódon, most pedig hát egy elég érdekes témával jelentkezünk, ez most egy top 10-es lista lesz, mégpedig kedvenc horrorfilmes karaktereink, ikonjaink, horror ikonjainkról fogunk beszélgetni röviden. És itt lényegében azt vettük figyelembe, hogy horror ikonok, tehát nem Sikoly királynőkről lesz szó, hanem direkt a gonoszokra fókuszáltunk, és azért inkább olyan karakterekre, akik mondjuk nem csak valami random filmbe szerepeltek pár percre, hanem azért olyanok, akik azért nagyjából ismertebbek, és nem feltétlenül csak emberekről lesz szó, hanem simán előfordulhat a listánkon mondjuk akár olyan horrorikon vagy horror karakter is, aki mondjuk természetfeletti lény, emberszerű valami, vagy akár valamiféle szörnyféleség, tehát nem feltétlenül csak emberekre fókuszáltunk. Úgyhogy ez valószínűleg egy nagyon érdekes kis lista lesz, nagyon kíváncsi vagyok, hogy a te listádon milyen nevek szerepelnek, milyen karakterek, kik vagy éppen mik. Úgyhogy ja, ez egy érdekes kis téma szerintem. És nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy a kedves nézőknek kik, mik a kedvenc horror ikonjai karakterek, úgyhogy mindenféleképpen írjátok majd meg hozzászólásban. Ugyebár, hogyha horrorfilmekről van szó, hogyha arról beszélünk, hogy miért szeretünk egy horrorfilmet, vagy miért szeretjük a horror műfajt, akkor az egyik ok, az szerintem simán az, hogy a horror ikonok, a horror karakterek, mert szeretjük akár a Sikoly királynőket, akár az ilyen horror ikon színészeket, akár ugye magukat, ezeket a karaktereket, akik ezekben a filmekben vannak, és üldözik az embereket, és gyilkolásznak össze-vissza. Hát na, szeretjük ezeket a karaktereket. Úgyhogy akár, nem is tudom, a szörnyecskéket, a rémecskéket, akár az előző epizódban ugye beszélgettünk Norman Batesről, akár őt, tehát tényleg mindenféle karaktereket. Úgyhogy nagyjából szerintem akár bele is vághatunk ezekbe a listákba. Mit szólsz hozzá? Szerintem igen, igen. Vágjunk is bele. Na hát akkor mi van nálad a tizedik helyen? Még előjáróban annyit elmondanék az én listámról, hogy egyrészt könnyű dolgom volt, egyrészt viszont nehéz. Ugyanis nagyon sok olyan filmet nem láttam, hogy ezt szerintem te sokkal, de sokkal több horrort láttál, mint én. Nagyon sok klasszikust én még nem láttam. Ugye ezek nyilván nem kerülhettek így bele a listámba, de valószínűleg, ha láttam volna, mivel tudom, hogy nagyon sokan szeretik, lehet, hogy belekerültek volna. Ilyen például én még nem láttam a Hellraiser filmeket, Chucky filmeket, akár az, és hát a Hellraiserből csak az első kettőt, de nagyon régen, akár az Alieneket, a Predator filmeket, tehát ilyen nagyon nagy lemaradásaim vannak, nagyon nagy hiányosságaim, és igen, ezt a listát ennek a tudatában írta meg, ennek a tudatában kell értelmezni, hogy nagyon sok hiányosságom van nagy horror klasszikusok terén, de azért így is össze tudtam szedni könnyen annyi karaktert, aki kedvelhető, vagyis akit szeretek, úgymond, mint horror ikon, és ja, igen, úgyhogy így előjáróban ennyit. Tizedik helyre egy klasszikus horrorfilmnek a gonoszát vagy gyilkosát tettem, aki nem más, mint Bőrpofa, a texasi láncfűrészes mészárlásból. Ennek is ugye több része van, és azért Bőrpofa az úgy valamelyik részben kicsit más, mint például ebben az elsőben.
Valamelyikben sokkal jobban ő egy ilyen áldozat, ő is. Mint például már ott a negyedik részben például. Ott már eléggé úgymond inkább a családja dominál, és úgymond el van ő nyomva. De úgy azért is szeretem az ő karakterét, mert tényleg nagy horrorikon, és ez, hogy ugye ő, ha jól tudom, valós gyilkos inspirálta az ő karakterét, és hogy nagyon betegnek találom ezt, hogy halott embereknek a arcát lenyúzza, és azt felvarja saját magának. Ez tényleg elég beteg, úgyhogy de akár ott van például az Örökség című film a Texasiból. Ugye itt most az első részt mutattam, de több része is megvan még. Ott például tényleg már egy igazi, úgymond gyilkológép, de van olyan része például, mint ahogy említettem ezt a negyedik részt, vagy akár inkább jobb példa a második rész, ahol egy ilyen, úgymond egy elnyomott, tehát úgymond eléggé el van nyomva a családja által, úgyhogy így a karaktere nem egyforma mindegyik filmbe, de elég jó horrorikonnak, karakternek, úgymond gyilkosnak tartom, mert ő rá inkább ez húzható rá, ez a gyilkos szó, úgyhogy őt tenném a 10. helyre. Na hát Börkoff a Johan karakter, akit én is kedvelek egyébként, igen, tehát ez a hatalmas, nagy darab állat, nagy darab láncfűrésszel, ahogy rohangál az áldozatai után, tehát baromira félelmetes karakter, meg ahogy tényleg azt a áldozatainak az arcából összevarja ezeket a bőrmaszkokat, felteszi tényleg a saját arcára, hogy eltakarja azt, tehát beteg egyébként. És igen, Ed Gein volt az a valódi sorozatgyilkos, ami az inspiráció volt el mögött. Ő egyébként a Pszichó mögött is ugyanúgy Ed Gein van. Úgyhogy, ja, tehát fantasztikus szerintem ez a karakter. És hát ugye Börpoff esetében az a helyzet, hogy nem csak egyedül van, hiszen ott van mögött a családja is. Tehát, hogyha valaki szembe találja magát Börpoffával, akkor szembe találja magát az egész családdal. Tehát nagyon kevés esély van úgymond a túlélésre, tehát eléggé nagy pázba kerül valaki ezekben a filmekben, hogyha szembe találkozik Börpoffáikkal. Egyébként nekem sokkal, de jobban tetszik az a Börpoffa, ahogy mondtad, ugye többféleképpen ábrázolták a különböző filmekbe, tehát jobban tetszik az a Börpoffa, amelyik komolyabb és komorabb, nem pedig ez a szellemileg visszamaradott karakter, ugye vannak olyan részek, ahol szellemileg visszamaradottnak ábrázolják, már valamilyen szinten az első részben is, de hát a második, harmadik, negyedikben még inkább, meg hát a negyedikben totál igazából transvestitát csináltak belőle, hogy nőnek öltözik, ugye bár szinte az egész film alatt, tehát vannak ilyen furcsa dolgok, de ahol tényleg úgymond ilyen komorabb és komolyabb karakter, akár az Örökségben is már inkább olyan vagy mondjuk a remake-ben, meg annak az előzmény filmjében, tehát ott nekem valamilyen szinten azért jobban tetszik egyébként Börkoff a karaktere, vagy akár most a legutóbbi a Netflix-es texasi filmben is, ott is szerintem egész jó volt Börkoff. De ja, tehát tényleg egy nagy darab állat, hatalmas láncfűrésszel, hangos, gyilkos fegyverrel, tényleg nagyon klassz. Na, úgyhogy ja, őt én is kedvelem, és majd kiderül, hogy vajon rajta van-e az én listámon is, vagy sem. Szóval, nálam a top 10 az úgy jött össze, hogy az első három helyére azt tudom mondani, hogy az tényleg fix. A negyediktől a 10. helyig az meg olyan, hogy úgy azon jobban kellett gondolkoznom, de úgy vagyok vele, hogy ez most úgy a normálista, ez most úgy reális, úgy érzem, hogy ez most így rendben van, ezzel így meg vagyok elégedve, de akár változhat is a dolog a későbbiek folyamán, ugye ezt nem tudom már így előre, de mindegy. Nálam a 10. hely az Alien. Szóval, ja, szerintem az egész folyamata igazából a szörnyek a születésétől kezdve a teljes kifejlődését, tehát minden variációja az Aliennek. Ugye a királynő megtolja a tojást, a tojásban kijön az arctámadó, ugye rámegy akár emberekre, állatokra, más szörnyekre, stb.
annak ugye a mellkasából ugye kirobban a maga a szörny, és utána nagyon gyorsan kifejlődik, és felnőtt szörny lesz belőle. És hát ugye tényleg az, ahogy kitalálták ezt az egészet, ahogy ez a szörny létrejön, ahogy megszületik, óriási fantázia van szerintem mögötte, meg az, hogy savas vére van, ami már ugye még több problémát okoz, hogyha például lelövik, vagy felvágják, vagy valami. Tehát ugye már maga halott állapotában is csak problémát tud okozni ez a szörny. Úgyhogy nagyon jól kitalálták szerintem, tetszik a dizájn, ahogy kinéz, és hát ugye látszik, hogy nagyon sok horrorfilmre volt hatása azért az eredeti Alien, és rengeteg olyan szörnyes horrorfilmet találhatunk, ahol hát eléggé rendesen fel lehet ismerni a hasonlóságot az Alien beli szörnyhöz képest. Ugye az hasonló szörnyeket láthatunk sok más horrorfilmben. Úgyhogy ja, vannak ilyenek, úgyhogy Alien nagyon tetszik egyébként a egész széria is, a filmek is, és tényleg nagyon jól kitalálták ezeket a szörnyeket. Úgyhogy, ja, én az Alien-t teszem 10. helyre. 9. azaz, hogy hát Alien-t azt mondtad, hogy nem láttad akkor ezek szerint még. Hát az első kettőt azt láttam nagyon régen egyébként, de már nem nagyon emlékszem rájuk. A 3-at, 4-et nem egyébként, meg vannak véve, itt vannak fent, még bontatlanok, de már vagy 5 éve vettem őket. Csak még nem szántam rá magam, de egyébként nagyon érdekelnek ezek a filmek, megvan a Prometheus, a Covenant, azt hiszem ennyi része van neki, meg egyébként nagyon régen még láttam az Alien versus Predator-t is, de itt tényleg nagyon halványok az emlékek, és ez miatt is ugye nálam nem került számításba az Alien, egyébként tényleg egy nagyon ikonikus horrorfilmes karakter, úgyhogy ez egy jó választás volt 10. helynek. Nálam a 9. helyezett egy olyan karakter, aki nem tudok mutatni kiadványt, és ezt nem régen láttam egyébként ezt a filmet, vagy filmeket, mégpedig Horoscope csatornáján beszéltük ki a Leprechaun filmeket, és igen, őt tenném a 9. helyre így egyből frissibe, mert előtte, ugye, ahogy ott is elmondtam, nekem nem igazán keltették fel az érdeklődésemet a Leprechaun filmek, olyan kicsit gagyinak gondoltam őket, de igazából a részek minősége az hullámzó, de még a rosszabb részek is a 4-5-6, nagyon szórakoztatóak voltak számomra. Hát jó, az Origins, azt nem, azt hagyjuk, de tényleg még a rosszabb részekre is azt mondom, hogy szívesen újra nézem, nagyon szórakoztató a törpe karaktere, Warwick Davis zseniális a szerepben, vicces is egyébként a törpe, hát igen, meg így elég beteg halálmódokat ki tudott találni ő is, úgyhogy elég kegyetlen, brutális, mint említettem, vicces is, és elég nagy horrorikon egyébként ő is, bár hát bőrpofához képest szerintem kevesebben ismerik, meg kedvelik a törpét, de szerintem simán ott van a jó horror ikonok közt a Leprechaun, úgyhogy ja, örülök, hogy megnéztem a szériát, tetszett, és bejött a törpe karaktere. Nem futnék össze vele az utcán szívesen, mert hát igen, nem ismer könyörületet. Úgyhogy ő lenne a 9. Ja, hát igen, Leprechaun karakterét azt én is nagyon-nagyon szeretem egyébként. Tényleg marha jó pofa szerintem ez a törpe, a kobold. Nagyon tetszik a humora, tehát ezek a beszólásai, amik állandóan vannak. Tetszik az, hogy mágiát is használ ugye a gyilkosságokhoz, hogy a különböző fajta mitológia, ami ugye ábrázolva van ezekben a filmekben, így a törpéhez köthetően. Hát azért valamilyen szinten számít az, hogy mutatják be a törpét, és hogy ki játssza a törpét. 8. részt sajnos még nem láttam, viszont ugye a 7. az Origins, hát igen, ott egy szimpla szörnyet kapunk, az nem a törpe. Úgyhogy a törpe az nekem úgy tetszik, hogy azt az első 6 részben láthatjuk,
meg ahogy a 8. részben is visszahozták, hát majd remélhetőleg lassacskán sikerül azt a filmet pótolnom. De ja, tehát ahogy az első 6 filmben láttam, azt a 6 filmet egyébként nagyon sokszor láttam, mert úgy nagyon tetszik nekem a Leprechaunnak a karaktere, tehát az ja, nekem is nagy kedvenc, úgyhogy majd kiderül, hogy rajta van-e a listámon. Szóval, 9. hely. Hát igazából a 10. után lehet, hogy ez most nem nagy meglepetés, mert igazából kéz a kézben jár a kettő, Ragadozó. Ugye említetted az Alien vs. Predator filmeket, ugye összehozták a két karaktert filmekben is, videójátékokban is, képregényekben, könyvekben, úgyhogy persze, hogy együtt jár igazából ez a két karakter. Nekem a Ragadozó karaktere egy picivel talán jobban tetszik. Ezek, ugye, itt is jó egyébként magának a szörnynek a dizájnja. Jók a fegyverek, amiket használ, a különböző technológiai dolgok, amiket használ, ezek nagyon tetszenek ezekben a filmekben. Akkor ugye az, hogy versengenek egymással, hogy vadásznak emberekre is, meg akár más lényekre is. Hát itt is azért elég jó ki van találva szerintem ez a karakter. És elég klasszikus ikonról van igazából szó. Ugye annak idén Schwarzenegger ütközött meg vele először, és aztán már egy jó pár filmet kaptunk itt is, és még lesznek újabbak is az Alienből, és ugye most idén mutatják be, vagy amikor ez a videó kikerül, lehet, hogy már be is mutatták az új részt Ragadozóból, és úgy tudom, hogy két új film is készül, úgyhogy igazából nagyon jól el vagyunk látva Alien meg Ragadozó cuccokkal is, meg ugye sok könyv meg képege is megjelent Magyarországon a témában, úgyhogy a Ragadozó, ugye zöld a vére, az is így érdekes igazából. A maszkok is jók, amiket használnak, meg hogy ugye különböző ragadozó dizájn. Ugye a harmadik részben volt az, hogy tényleg, ahol talán először láthattunk normálisan azt, hogy hosszabb ideig normálisan azt, hogy különböző kinézetű ragadozók vannak. Ugye a második rész végén is megjelenik több is, de ott rövid ideig mutatják őket. A harmadik részben viszont ugye három fő ragadozót mutatnak nagy részt, és ugye mindegyik tök máshogy néz ki, úgyhogy jól megcsinálták szerintem ezeket. Meg most a legutóbbi filmben is egész jól nézett ki, úgyhogy ja, Ragadozó, 9. hely nálam. Na igen, egyébként a Ragadozó filmeket se láttam én. Hát úgy magát a karaktert azt ugye kevésbé ismerem. Nincsenek is meg a Ragadozó filmek, úgy, mint az Alien filmek. Egyedül az Alien vs. Predator van meg, ugye, de azt is nagyon régen láttam. A Ragadozót pedig ugye az Arnold Schwarzenegger eset, és ugye a folytatásokat, azokat nem láttam soha régen se. Egyébként érdekelnek, de úgy még nem vettem meg, nem volt rá lehetőségem, nem jött szembe velem, nem is tudom. De idővel szeretném mindenki pótolni, és egyébként így látatlanba, ilyen így kevés ismerettel, így talán nekem is ugye a Predátornak, a Ragadozónak a karaktere tetszik jobban. Ugye talán azt mondanám én is. Na úgyhogy szerintem akkor menjünk is tovább, akkor mondom is a 8. helyezettet. Egyébként nekem is a listámon így mindig változtattam így a napokban, mert de csak ilyen egy-két helyezetteket lépett előre, vagy vissza, vagy két karaktert felcseréltem, úgyhogy igen, ez nem volt egyszerű megírni, de egyébként így nagyjából így oké a sorrend, úgyhogy ja, így ezt tudnám rá mondani. Majd még az elején lesz olyan, ami közt nagyon sokat gondolkoztam, azt majd ott meg fogom említeni. Na, akkor a 8. helyezett ismét egy, szerintem egy ismertebb horror ikon, a Péntek 13 filmekből Jason Voorhees, és mutatom az első részt, amiben pont nincs benne, hát ez az egy része van meg nekem, úgyhogy mondom, valamit mutassak. Igen, az első részben egyébként még ő nincs benne, a legvégén feltűnik egy nagyon rövid időre, de igazából ez az ikonikus hokimaszkos karakter majd csak a harmadik részben jelenik meg. Második részben ugye még egy zsák van a fején, de egyébként ott is nagyon tetszett már a karaktere.
és ezzel a filmszériával is úgy vagyok a Péntek 13-mal, hogy egyszer láttam csak, sajnos, mert nincsenek is meg a filmek, egyedül az első rész van meg, azt többször is láttam már egyébként, de nem az első részt tartom a legjobbnak, inkább így a másodiktól, a második, harmadik, negyedik, az ötödikkel is el vagyok, az ugye nem sikerült túl jól, de az is szórakoztató film, és aztán a 6-7-8. És hát Jason is, mint ahogy akár bőrpofa, egy nagy darab, megy előre, nem ismer könyörületet, nem lehet meggyőzni őt, megy és gyilkol, és aki az útjába kerül, az annak valószínűleg vége lesz. És nagyon tetszik egyébként, így a hatodik részben van, amikor jól tudom, feléled, és már élő halott lesz, és nagyon jól néz ki egyébként, ahogy megcsinálták, meg a hetedik részben is, amikor ugye lekerül ugye a tó mélyére, azt hiszem az a hetedik részben van, és ott is már így oszladozik szét, meg így látszik, hogy már nem élő, hanem élő halott. Elég jól néz ki külsőre is, meg hát ja, ijesztő, félelmetes karakter. Jó, ez a hoki maszkja, nagyon ikonikus lett tényleg, még nem csak, hogy horror rajongók körében, de még az is ismeri ezt az arcot, ezt a hoki maszkot, aki nem horror rajongó talán. Úgyhogy a Jason, hát jó lenne majd valamikor beszerezni a részeket, mert annyira újra nézném őket tényleg a nyolcadik rész is, amikor bemegy a városba, az is nagyon tetszett. A kilencedik annyira nem, a tizedik az viszont szintén nekem szórakoztató volt, úgyhogy jó lenne már újra nézni, sajnos most még jelenleg csak egyszer láttam a teljes szériát a második résztől, úgyhogy a nyolcadik helyezett Jason lenne nekem. Hát ugye nekem a Péntek 13 az a kedvenc horror szériám, úgyhogy imádom Jason-t, úgyhogy valószínűleg itt már mindenki sejti, hogy rajta lesz az én listámon is, de majd kiderül, hogy hajadik helyem. Úgyhogy ja, Jason-t imádom. Az élő alatt Jason tetszik egyébként jobban, tehát ott a hatodik, hetedik részben, ahogy ott van megformálva, azt tetszik talán a legjobban. A kilencedikben ott eléggé fura a dizájn, azzal igazából sose voltam nagyon megbarátkozva. Tetszik egyébként a 9. rész is, de ott tetszik a legkevésbé az, ahogy Jason kinéz. A 10. az, ahogy ez a felújított űr Jason kinéz, igazából az se rossz, az tetszett. A remake vagy reboot féle változat is tetszett. Nekem tetszik az is, amikor szalad a Jason, sétál a Jason, tehát igazából úgy, hogy van az egész karaktert, nagyon szeretem. A zsákos Jason is tök jó, de persze a hoki maszkos változat tetszik a legjobban. Annyira egyszerű igazából egy hoki maszk, mégis rendkívül hatásos szerintem. És ugye Jason is egy nagy darab állat, úgy mint bőrbofa, megy az erdőben, lóbálja ezt a bozót vágót, és akkor megy és gyilkol. Szerintem nem lehet nem szeretni. Marha jó karakter Jason, van egy pár figurám is, szerencsére sikerült beszerezni egy pár Jason figurát még annak idején. Úgyhogy ja, imádom Péntek 13 szériát, meg Jason-t is. És akkor 8. hely, az nálam egy olyan karakter, akinél lehet, hogy így többen meg fognak lepődni, hogy csak 8. helyre tettem, és hogy nem előkelőbb helyen van, de mindegy, tehát én így érzem. 8. hely Freddy Krueger a Rémálom az Elm utcában filmekből. Szeretem Freddy Krueger karakterét, csak annyira talán ez a vicceskedés az, ami háttérbe szorítja nálam a listán. Tehát jól el lett egyébként találva Freddy Krueger, ez ahogy ugye bántalmazza ezeket a gyerekeket, hogy megöli őket, és ezért a szülők ugye bosszút állnak rajta, élve felgyújtják, Freddy meghal, és aztán visszatér egyfajta álom démonként, hogy a gyerekeknek a rémálmaiban kísértsen, és az álmaikon keresztül ölje őket meg. Ez nagyon jól ki lett találva, ez a sztori, tehát annak idején Wes Craven, amit az első részet csinálta, szerintem fantasztikus volt.
hogy tényleg nagyon jól el lett találva ez a karakter. Teljesen ikonikus az, ahogy kinéz, ugye a pulóver, a sapka, a megégett arc, tehát minden, ugye a kesztyű, a késekkel, pengékkel, tehát tényleg fantasztikus szerintem ez a karakter, csak ahogy haladunk ugye előre a részek, részről részre, úgy válik egyre inkább humorosabbá az egész, és az az, ami nekem annyira nem tetszik Freddyben, amikor már túlzásba viszi a poénkodást. Ami még az első 1-2-3 részben az úgy tök jó. A hetedik is még úgy komolyabb. Igazából valójában szintén a remake is komolyabb, de például a Freddy vs. Jason, vagy akár a 5-6, ott nagyon túlzásban van szerintem véve a humorizálás. De a Freddy Krueger egy fantasztikus karakter szerintem, úgyhogy nálam ő a 8. hely. Igen, szerencsére a Rémálom az elm utcában megvan nekem is az első 7 rész. A remake-et azt egyébként nem láttam, ugyannyira nem is keltette fel az érdeklődésemet. Freddy vs. Jason-t azt láttam egyszer, de már nem nagyon emlékszek, és szerintem is egy nagyon jó horror ikon. Freddy, én is nagyon szeretem, nagyon ikonikus a kinézete, az a piros, fekete csípos pulóver, a kalap, akkor a kesztyűje, amin ilyen karmok vannak, és hát ő is elég kegyetlen. Utána, ahogy említetted, egyre humorosabbá válik. Ott igen, én is jobban szeretem az első 3 részben, amikor még úgy komolyabb. Szeretem egyébként a 4. rész után is a filmeket, ezeket már többször láttam. A teljes szériát azt egyszer láttam egyébként 1-7, de az első 3 részt azt viszont többször, azokat úgy jobban szeretem. Talán a 4.-5. 2-szer talán, a 6-7 az biztos, hogy nem, a 7 azt egyszer, a 6 azt még 2-szer, ja. Úgyhogy ja, én is nagyon kedvelem az ő karakterét, de inkább a komolyabb Freddy, aki nekem úgy szimpatikusabb az első 3 részben, és tényleg nagyon jól kitalálták az ő karakterét, nagy ikon lett, ő is talán túlnőtt a horror berkeken, tehát azok is ismerik akár, akik nem néznek annyi horrorfilmet, vagy egyáltalán, úgyhogy igen, egy olyan karaktert alkotott Wes Craven, aki ikonikus lett. Úgyhogy ja, én is szeretem az ő karakterét nagyon is. Nos, akkor rá is térnék a 7. részre, és részre, helyezetre, ami nem más, mint a Réal az elm utcában, Freddy Krueger, vagy Krueger, úgyhogy ezt meg is beszéltük az előbb. Itt az első rész, hát ezt ugye ott hát te hátad mögött látszik igazán, szerintem az én hátam mögött nem annyira, hogy kijön, ugye a gerincen megjelenik Fred, és ezt is így varázgattam össze, mert amikor elkezdtem filmeket gyűjteni, be lehetett szerezni, de akkor még úgy nem volt rá annyi pénzem, ugye gyerekként zseppénzből gazdálkodtam, utána már, amikor meg tudtam volna venni, már nem lehetett kapni, úgyhogy, vagyis hát nem minden részét lehetett kapni, úgyhogy megvettem talán a 3, 4, 5, 6, és akkor volt egy ilyen csonka Freddim, de hát az úgy nem tetszett, mindenképp be akartam szerezni a többit is, úgyhogy aztán nagy nehezen sikerült talán ez az első részlet meg utoljára, de végre aztán ez is meglett, úgyhogy ja, ez egy jó kis kiadás szerintem. Ja, úgyhogy 7. helyezett az Freddy nálam. És ugye Robert Englund az fantasztikusan alakítja a karaktert. Az első. Hát, igen. Na hát 7. hely az nálam, ez nem egy konkrét ember, nem egy konkrét karakter, hanem inkább talán egy jelmez. Mert minden egyes, ennek a szériának minden egyes részében más a gyilkos, vagy mások a gyilkosok, viszont ugyanazt a jelmezt viseli mindegyik. És ez nem más, mint Ghostface a Sikoly filmekből.
ugye a szellem arc. Szóval szerintem ez a jelmez, ez a fekete jelmez a fehér állarccal, és aztán a kés, a hangtorzító, ahogy egyfolytában ugye felhívja az áldozatait, és úgymond játszik velük, beszélget velük, nagyon jók a beszólásai, tehát nekem nagyon tetszik maga ez a Ghostface, hát úgymond karakter. Ugye 6 filmen keresztül láthattuk eddig ezt a karaktert, illetve ugye volt egy sikoly tévésorozat is, viszont ott csak a 3. évadban volt benne ez a jelmez, és ott is ugye ugyanaz a színész adta a hangját, mint aki a filmekben. Úgyhogy tényleg szerintem nagyon jól ki lett találva, mert tényleg ikonikussá vált igazából ez a kinézet, ez a jelmez, ez az állarc, a konyhakéssel, vagy nem is konyhakéssel, hanem ezzel a késsel, meg a hangtorzítóval. Úgyhogy ja, nagyon-nagyon bírom Ghostface-nek így ezt a kinézetét, és valójában a gyilkosok is egész érdekesek mindegyik filmben. Egy némelyiknek úgy egyszerűbb motivációja van, némelyiknek meg azért eléggé ilyen bizarr érdekes motivációja van, és kíváncsian várom majd, hogy mit hoznak össze a 7. részben. Úgyhogy nálam a 7. hely az Ghostface. Hát igen, tényleg. Szerintem is egy nagyon jó horrorfilmes karakter, és érdekes, igen, mert hogy minden filmben ugye más van a jelmezben, tehát nem végig ugyanazt a karaktert követhetjük úgymond, hanem mindig más valaki ölti magára a jelmezt. Én is imádom egyébként a sikoly filmeket, elég sokszor láttam az első 3 részt. A 4. is nagyon szeretem, azt szerintem nagyon jó lett, 5-6 az ugye, azok nemrég jöttek ki, azok is nagyon tetszettek, talán még a leggyengébb rész a 3., azt is nagyon szeretem, úgyhogy tényleg ezt bármikor szívesen újra nézem, és én is várom kíváncsian a 7. részt, hát sajnos elég hányavetett sorsa van most, de azért bízunk benne, hogy jó lesz majd, úgyhogy ja, én is kedvelem, jó kis horrorfilmes karakter, ő is egy horror ikon, ugye, ő is Wes Craven által megalkotott, ahogy Freddy is, úgyhogy ja. És akkor a 6. helyezett következik, akivel, hát szerintem meglepetést fogok okozni sokaknak, ugyanis ő nem egy horror ikon. Egyébként a film, amiben szerepel, az úgy viszonylag ismert, horror rajongók körében ismert, egyébként annyira nem, de aki szereti a horrort, azt mindenki találkozott már vele. Ez pedig nem más, mint a Kameralesből Mark Lewis karaktere. Ő szerintem egy olyan gyilkos, ugye ő egy gyilkost alakít a filmben, aki, hát mint kiderül, ahogy haladunk előre a cselekménybe, hogy ő úgymond egy áldozat is. Tehát nagyon jól bemutatják az ő karakterét, az ő múltját a filmben, az ő gyerekkorát, és ezt ugye fokozatosan tudjuk meg, hogy mik történtek vele. De egyébként így maga a kinézete, a jelleme, ahogy viselkedik, amikor ugye nem épp gyilkosságot követel, szimpatikus, tehát szembe jönne az utcán, akkor nem mondaná meg róla szerintem senki, hogy miket művel, és az, ahogyan műveli, az is elég ikonikus, jellegzetes, ugye ő felveszi a gyilkosságokat a kamerájára, rögzít egy szuronyt, és felveszi az áldozatainak az utolsó mimikáját, az utolsó pillantásait, az utolsó reakcióit, és azért ez is, ha így jobban belegondolunk, elég beteg, amit művel, amit kitalált, de mégis, amit megtudunk a múltjáról, nagyon érdekes, sajnálatra méltó, szomorú, amik vele történtek, és úgymond
Hát nem fogok spoilerezni, hogy mi lesz a film végén, de az is egy úgymond. Hát jó lezárás, maradjunk ennyibe. Egy olyan lezárás, ami szerintem nagyon jól sikerült. Hát tényleg nem akarok többet mondani róla. Nekem ezért tetszett az ő karaktere, mert nem mondható teljes mértékben gonosznak, hanem valamilyen szinten meg lehet őt érteni azért, hogy miért lett ilyen, amilyen. Úgyhogy, ja, Peeping Tom, Mark Lewis karaktere, a 6. helyezett. Ja, és egyébként, bocsánat, még ezt a filmet sem egy horrorfilm rendező készített, hanem Michael Powell, aki inkább a 40-es, 50-es években készített filmeket, de nem horrorfilmeket, és úgymond ez a film tette tönkre az ő karrierjét, mert ő egyébként nagyon felfutott rendező volt, és ezt a filmjét nem igazán fogadták el neki akkoriban, úgyhogy ez így nála sajnos betette a kaput. Nem tudom, utána készítette még filmeket, de azt hallottam, hogy itt volt úgymond vége a karrierjének. Hát pedig mostanra ugye milyen nagy klasszikus lett azért ez a film. Most igen. Az találta a közönségét, és én is szeretem ezt a filmet, tényleg nagyon, nagyon jó szerintem. És ugye szóba is került ugye az előző epizódban is, ugye 1960-as csak úgy, mint a Pszichó. És ugye hasonlít is egymásra a két film, abból a szempontból, amit mondtál, hogy ugye ő is, meg ugye Norman Bates is, ugye nem teljes egészében gonosz karakter. Tehát, hogy ezek olyan horror ikonok, akiket igazából bizonyos tulajdonságaik miatt, vagy bizonyos dolgok miatt lehet kedvelni valamilyen szinten. És tök érdekesek azok, amikor olyan filmeket csinálnak, olyan horrorfilmeket csinálnak, ahol valamiért szimpatizálunk magával a gyilkossal. Az mindig úgy érdekes számomra. Úgyhogy ja, kedvelem igazából az ő karakterét, meg ezt a filmet is. És akkor nálam a 6. hely az egy olyan karakter, akiről már beszéltünk, nem más, mint Leatherface Burpoppa, úgyhogy akkor igazából őt kidomáltuk, úgyhogy át is adom a szót, 5. hely. Nos, hát az 5. helyezett is olyan nálam, aki horrorfilmes berkeken belül ismert, maga a film is, meg szerintem a karaktert is sokan szeretik. De úgy talán nem nőtte ki magát olyan nagy horror ikonná, mint az itt említett Freddy, vagy Jason, vagy Burpuffa. Nem más, mint a Fright Night-ból Jerry Dandridge karaktere. Ezen egyébként van fólia, de ki van bontva, csak visszatettem rá, hogy ez is védje, mert nagyon tetszik ez a steelbook, és így próbálom védeni. Ez Magyarországon jelent meg talán 2 éve, és én akkor láttam először a filmet, megmertem venni látatlanba. Mindjárt megnézem, de szerintem 2 éve jelent meg, igen, 2022-ben, és akkor láttam először a filmet, baromira tetszett tényleg. Utána tavaly októberben néztem újra, akkor is másodjára is tényleg nagyon jó volt, megnéztem a 2. részét is neki, van remake-je is neki, és hát ugye főszereplő fiúnak a szomszédságába beköltözik egy új szomszéd, és a fiú gyanút fog, majd megbizonyosodik róla 100%-ban, hogy bizony az ő szomszédje egy vámpír, és nem hisz neki senki, és úgy próbálja bebizonyítani, de saját magát hozza kellemetlen helyzetekbe, és ez a Jerry Dandridge, ez a vámpír, ez annyira laza, meg vagány, meg tényleg olyan, hát úgy igen kellemetlen helyzetekbe hozza a fiút, és tényleg mindenki inkább neki hisz,
megvan benne az a jelenet, amikor elmennek egy diszkóba, és ott is elcsábítja a főszereplő barátnőjét, úgyhogy ja, tényleg egy, nekem nagyon tetszett az ő karaktere, úgyhogy ez a film is olyan számomra, hogy tényleg nem rég láttam elsőnek, de úgy minden évben meg fogom nézni, szerintem ugye eddig még kétszer láttam, és most mondhatják sokan, hogy miért nem a Dracula karakterét tettem bele Rugosi Bélával, az is egy vámpír, de azt is én nagyon régen láttam, nem emlékszem már rá, egy, szerintem vagy 10 éve, vagy úgy valahogy láthattam a Draculát, de lehet, hogy még régebben, és igen, biztos, hogy az egy nagyobb horrorikon, és valószínűleg, ha frissebbek lennének az emlékeim róla, vagy többször láttam volna, valószínűleg ő kerülne idebe, de így a Fright Night-ot választottam, és Jerry Dandridge karakterét. És melyik verzió tetszik neked jobban ebből a karakterből, az eredeti, vagy a Colin Farrell-féle változat? A remake-et azt nem néztem meg. Van egy Fright Night 2, ami a remake 2, de valójában nem második rész, hanem az is egyfajta remake-nek számít, és ott pedig egy női karaktert csináltak Jerryből. Na, nem is tudtam. Nekem egyébként mind a 4 film tetszik valamilyen szinten, de az eredetit azt imádom, tehát ott is jól kitalálták ezt a karaktert, egész jó kis főgonoszt csináltak. Úgyhogy, ja, imádom a Fright Night-ot. És akkor nálam az 5. hely, az megint csak egy olyan, akiről már beszéltünk, Leprechaun, gyilkos kobold, a törpe, úgyhogy ugorhatunk is tovább a 4. helyre. Nos, a 4. hely az nálam végre most már egy nagyobb horror ikon, horror karakter. Az nem más, mint Frankenstein szörnye. És hát szintén ő is, akárcsak a Peeping Tomnál, a kameralesnél, ő is egy olyan karakter, aki azt leszámítva, hogy csúnyán néz ki, meg hogy egy szörny konkrétan. Hát még az eredeti filmben talán ő azon az egy véletlen gyilkosságon kívül nem is igazán követel gyilkosságot, de javíts ki, ha tévedek. Esetleg ott a film vége fele már. Tehát ő tényleg egy olyan karakter, aki egy áldozat. Itt a 94-es változatban itt már azért jóval többet gyilkol, és úgymond nem olyan esetlen, mint ebbe a 31-esbe, de azért is mutatom mindkét változatot, mert egyébként őt is nagyon sok színész eljátszotta, én ezt a két változatot láttam, és nekem mindkettőben nagyon tetszett az ő karaktere, de egyébként nyilván az ikonikus 31-es az, ami kinézetre is ugye nekem sokkal jobban tetszik, és akit többen is ismernek. Úgyhogy ja, ő Frankenstein szörnye, vagyis Frankenstein, magyarosan Frankenstein szörnye lenne nálam a anyadik, a 4. helyezett. Na hát igen, ez tényleg egy klasszikus karakter, Frankenstein teremtménye. Nagyon szeretem én is egyébként az eredeti filmet, meg úgy az egész Universal szériát. Ez a 94-es verzió is tetszik, meg a Hammer-féle változatok is tetszenek. A Hammer filmekben viszont ott nem egységes, tehát ott minden részben más a teremtmény, meg talán más színész is játsza. Azt hiszem, hogy talán a legelsőben játszotta csak Christopher Lee, az összes többi részben mindig más színészek, meg máshogy is néz ki. Az egyik része például női teremtmény van, a utolsóban meg egy ilyen szörnyszerű, úgyhogy tényleg ott nagyon különböző. De ja, a Frankenstein teremtménye az egy elég érdekes karakter, igen. És változatos ugye, hogy formálták, hogy ábrázolták ott őt ugye a különböző filmekben, különböző adaptációkban. Nos, 4. hely nálam az nem más, mint Pinhead, és itt most valószínűleg a legtöbben a Hellraiser című filmre gondolnak, és abból Pinheadre, és igen, így van, de ezt azért emeltem így külön, mert ugye van egy másik Pinhead nevezetű
horror karakter is, ugye a Puppet Master gyilkos bábok című filmben az egyik báb, de én itt most a Hellraiserre gondolok, Pinheadre, ugye a Cenobiták vagy Cenobitáknak így a fő papjára. Pinhead esetében az a helyzet, hogy szerintem nagyon számít az, hogy ki játsza el, és hogy hogyan ábrázolják, mert Doug Bradley fantasztikusan alakítja Pinheadet az első 8 filmben, nagyon jó a hangja is hozzá ehhez a karakterhez, nagyon jók a szövegek, amiket Doug Bradley szájába írtak, tehát amiket Pinhead mond ezekben a filmekben, tehát fantasztikus szövegei vannak. Viszont ugye a 9. részben másik színész játsza, és ott pont emiatt iszonyatosan gyenge lett. Ez maga a karakter is, nem csak a film, de a karakter is. A 10. részben megint másik színész játsza, és ott se vagyok igazából nagyon kibékülve vele, úgyhogy tényleg nagyon számít az, hogy ki játsza el Pinheadet, úgyhogy emiatt Doug Bradley szerintem az igazi Pinhead, és a legjobb Pinhead. A remake-ben, mivel ott ugye megint csak másik színészről van szó, viszont ott ugye teljesen más, hogy formálták, ábrázolták ugye meg magát Pinheadet, ott igazából nincs vele bajom, tehát ott ugye nem ugyanazt kapjuk egyáltalán, mint az első 10 filmben, teljesen más a Pinhead, úgyhogy éppen amiatt ott nem zavar, hogy másik színészről, vagy a színésznőről van szó. Úgyhogy ott is igazából tetszik, de az első 8 részben tetszik a legjobban. Ez a pokol, démon, szögek vannak a fejében, ugye már az, ahogy ezek a cenobiták kinéznek ezekben a filmekben, tehát Clive Barker nagyon nagy fantáziát vitt azért ezekben, amikor megteremtette őket az eredeti regényében, és aztán ugye az első filmben, és ugye utána a további részekben is kapunk újabb meg újabb cenobitákat, és marha jól néznek ki, és ott egyértelműen Pinhead közülük a kedvencem, úgyhogy egy nagyon karakteres, nagyon tényleg fantasztikus horror ikonról van szó szerintem. Fantasztikus, tényleg fantasztikus, nem tudok rá igazából így negatív véleményt, hogy bármilyen rossz dolgot mondani. Nagyon jól ki lettek találva szerintem ezek a cenobita karakterek, és maga Pinhead is. És ugye az, ahogy megismerjük az ő háttérsztoriát is, hogy hogyan jön létre ugye maga Pinhead, ugye ez folyamatosan így kiderült a második, harmadik részből, az is igazából szerintem egész jó volt. Úgyhogy nálam negyedik hely az Pinhead. A Hellraiserből. Hát igen, egyébként ő is egy nagyon ikonikus horror karakter. Valószínűleg, hogyha én is jobban tisztában lennék a filmekkel, beletett volna a listámba, de ugye ezt pont őt említettem az elején, hogy nem láttam a Hellraiser filmeket. Az első 2 láttam nagyon régen, azokra emlékszem, hogy azok tetszettek, meg egy pár képkocka meg is van belőlük, de ugye megvan az első 4 része, meg utána még 2, nem tudom, hanyadik, amit Magyarországon kiadtak, egy zöld borítós, meg egy ilyen piros borítós, nem tudom, azok hanyadik részek. Úgyhogy majd tessék. Szerintem a 7. meg a 8. A 7. a piros és a 8. a zöld. Han. Igen. Úgyhogy legalább a 4. részig majd tervezem megnézni, de nyilván jó lenne a teljes szériát. Ugye erről is azért hallottam, hogy elég hányavetett sorsú volt, vagy hányavetett sorsú a széria, de kíváncsi vagyok rá természetesen, úgyhogy ezt is majd idővel pótolom. Na, akkor lépjünk is tovább a dobogóra. 3. helyezett következik nála, aki nem más, mint John Kramer a fűrészfilmekből. Itt ugye csak az első részt mutatom jelenleg, de az első 7 van meg, és ugye talán még készült, azt hiszem most 10-ig van, de talán lesz folytatása még, úgy hallottam. Hát igen, ő is egy elég érdekes karakter, mert nagyon durva beteg csapdákat talál ki, és kínozza meg az áldozatait, és hát nagyon sokuk ugye belehal a csapdába, de ugye mindig azzal védekezik, vagy azzal lehet őt védeni, hogy ő nem ölt meg senkit, ez az egyik.
A másik pedig, hogy olyan karaktereket, olyan embereket rabol el, akiknek valamilyen bűnük van, és úgymond ezzel próbálja őket jobb útra téríteni. Valamint nagyon sokszor olyan csapda van, ami összefüggésben van az adott személynek a bűneivel. Úgyhogy nagyon jól kitalálja ezeket a csapdákat, nagyon sok nagyon beteg csapda is van benne, és ugye nagyon, nagyon sok ember például túléli az ő csapdáját, és visszatér később szereplőként, és többen mondják például a túlélők közül, hogy nagyon hálásak neki ezért, hogy ő segített nekik, vagy neki, úgyhogy hálásak neki az áldozatok, érdekes. Ő rá sem lehet mondani teljes mértékben, hogy gonosz karakter, persze nyilván elég beteg, meg durva, amit csinál, elmebeteg csapdákat talál ki, de mégis a miértje az, ami talán nem teszi őt annyira gonosszá, mint akár egy bőrpofa Freddy vagy Jason. És ugye ez volt a 9. részig, és aztán jött a 10. rész, tudom, te még nem láttad, ha jól tudom, a 10-et, és nem fogok spoilerezni sem természetesen, ami ugye az első két rész között játszódott, és ami úgy mutatta be az ő karakterét, tett hozzá egy olyan adalékot, ami még szimpatikusabbá tette, vagyis ami már konkrétan szimpatikussá tette az ő karakterét, úgyhogy a 10. rész az szerintem nagyon jó lett, nagyon sokat hozzáadott a történethez, és hát nagyon sok széria a 10. részre már kifullad. De például nekem se tetszett a spirál, de szerencsére itt a 10-be vissza tudták hozni még a sorozatnak ezt a jó ízét, úgyhogy jó volt a 10. rész, és sokat hozzátett a karakterhez, úgyhogy harmadik hely John Kramer nekem. Na hát igen, a főrész sajnos egy kis lemaradás számomra, mert nem láttam a 10-et, de még egyelőre a 8-at, meg a 9-et sem, úgyhogy majd azokat mindenféleképpen pótolnom kell. Szeretem nagyon egyébként a szériát, az első 7 részt, és a John Kramer, vagy ugye Jigsaw karaktere, tényleg nagyon jól kitalálták maguk a csapdák, hogy mit miért csinál, hogy mi van a háttérben, mi van az ő múltjában, mi történt vele, tényleg nagyon szépen így fel van építve részről részre folyamatosan, és ugye talán nem árulok el nagy spoilert, vagy nem mondok nagy spoilert azzal, hogyha elárulom azt, hogy ugye John Kramer a harmadik résznek a végén ugye elhalálozik, de mégis ugye szerepel folyamatosan utána is, hiszen rengeteg flashbacket kapunk meg, ugye ugrál a széria nagyon oda-vissza az időben. Úgyhogy minden rész hozzáad az ő karakteréhez is, meg a sztorihoz is. Tényleg így teljes egészében nagyon szépen fel van építve. Úgyhogy érdekes karakter az övé is, mert ugye az, amit csinál, az azért tényleg nagyon durva, meg szerintem azért eléggé megkérdőjelezhető a dolog, mert nem mindenki érdemli azért meg azt, amit ő csinál velük, de ugyanakkor meg tehát nem teljes egészében negatív karakter azért ő. Úgyhogy érdekes, nagyon érdekes az ő karaktere, és jó, ez a széria nagyon szerintem is. Nos, nálam a harmadik hely az nem más, mint Chucky, a gyerekjáték szériával, vagy a Chucky szériából. Ugye ez is egy 8 film, valamint 3 évadnyi tévésorozat volt eddig, de úgy tudom, hogy még lesz majd valamilyen formában folytatás, és hát Brad Dourif adja a hangját Chucky-nak, illetve ő játsza Chucky-t emberi formában, ugye a filmek többségében. A 8. rész ugye az a remake, úgyhogy ott máshogy oldották, meg máshogy ábrázolták Chucky-t, illetve ott ugye Mark Hamill adja a hangját. Nekem egyébként tetszett a remake, nincs vele bajom, de jó, sokkal jobban tetszik az, ami az eredeti Chucky, amikor nem egy, úgymond egy robotot kapunk, egy mesterséges intelligenciát, hanem ezt a sorozatgyilkost,
akinek a lelke beleköltözik ebbe a játékbabába, és számomra az a klasszikus csak, és nagyon sokat hozzád itt is a karakterhez az, hogy kiátsza őt el. Nincs semmi bajom Mark Hamill-el, ugyebár Luke Skywalker, Star Wars, imádom a Star Wars-t, de Brad Dourif nagyon jó Chucky-ként. Nagyon szeretem az ő hangját Chucky-ként, és imádom Chucky-nek a beszólásait, nagyon jól néz ki szerintem ennek a babának a dizájnja, úgyhogy nagyon jól kitalálták egyébként őt is. És filmről filmre, sorozat évadról évadra haladva egyre érdekesebb dolgok történnek vele. Néha picit itt is túlzásba viszik a humort, de összességében szeretem azért Chucky-nek a humorát, tényleg így a beszólásait, és egy nagyon klassz kis slasher karakter, természet feletti játékbaba megy és gyilkolászik. Imádom! Nálam ő a harmadik hely. Hát igen, ő is egy hatalmas horror ikon, már azért is, mert amikor én még egyáltalán nem voltam így filmrajongó, meg nem igazán érdekeltek a filmek. Én már akkor is hallottam az ő karakteréről, és érdekes, hogy már akkor felkeltett az érdeklődésemet, és még azóta se néztem meg a szériát, de egyébként természetesen nagyon érdekel. A második része megvan Blu-ray-en, de hát azt ugye nyilván nem fogom megnézni úgy, hogy az elsőt nem láttam. Úgyhogy hát ja, majd terben van beszerezni legalább az első részt, harmadikat, hát amennyit sikerül, amelyeket sikerül, de ha az első meg lenne, akkor már az első kettőt meg tudnám nézni egyben, úgyhogy ja, tényleg egy ismert horror ikon, és hát lehet, hogyha láttam volna is a filmeket, lehet, hogy valahova belekerült volna a listámba, nem tudom. Na, úgyhogy akkor a második helyzet következik nálam, és hát nem lesz nagy meglepetés, előző részben beszéltünk róla, Norman Bates a Pszichóból, és igen, a Peeping Tom Mark Lewis-ához lehet őt hasonlítani, egy olyan karakter, egy olyan gyilkos, aki igazából nem rossz szándékú. Tehát úgymond inkább sajnálni lehet őt, amiért ilyen lett ugye őnek is. Miután megismerjük a múltját, megismerjük az ő úgymond betegségét, már sokkal inkább áldozatként tekintünk rá, és ő is egy olyan karakter, hogy elmész például a Bass Motelbe, és akkor ajtót nyit neked, egy tök szimpatikus fiatalembert látsz még. Tényleg az arc és a kinézet ilyen vékony, magas, kedves arca van neki. Ki nem néznéd belőle, hogy mikre képes. Úgyhogy, ja, Norman Bates, hát beszéltünk már róla az előző részben, úgyhogy most csak így röviden ő lenne nekem a második helyezett. Na igen, Norman Bates fantasztikus karakter, és Anthony Perkins nagyon jól alakítja őt az első négy filmben, illetve aki a tévésorozatban játssza Norman Bates-t, az is egyébként egész jó volt szerintem, az a színész. Úgyhogy, ja, és a negyedik részben, ezt megemlítem érdekességként, a fiatal Norman Bates karakterét Henry Thomas alakítja, aki a E.T.-be volt még a kisrác. Meg mostanában sok Mike Flanagan filmbe sorozatban is szerepel. Na, hát ja, Norman Bates tényleg egy nagyon érdekes karakter, és tényleg a négy film alatt egész érdekes egyébként az ő karakterfejlődése is, és tényleg nem lehet rá azt mondani, hogy teljes egészében egy gonosz karakter lenne. Sőt, ő az, akiről így eddig beszéltünk ebben a videóban, aki talán a legpozitívabb az összes karakter közül. Úgyhogy ja, Norman Bates. Nálam a második hely az olyas valaki, akiről már beszéltünk, és ez nem más, mint Jason Voorhees Péntek 13 filmekből, úgyhogy imádom Jason-t. Úgyhogy akkor következzen az első hely. Nos, hát én az első és második helyezett között nagyon sokat gondolkoztam, nem igazán tudtam dönteni köztük, úgyhogy egy olyan szempont szerint tettem az első helyre, akit tettem,
vagyis pont inkább úgy fogalmaznék, hogy azért tettem Normant a második helyre, mert ő azért nem egy rossz szándékú, nem egy vérbeli gonosz gyilkos, és úgy voltam, hogy az első helyre inkább egy ilyet tennék, akire tényleg ez rámondható. Szerintem sokan kitalálták, te is, hogy a Halloween Michael Myers, aki, hát, hú, már ahogy az első része elkezdődik, tehát ez a kisfiú egy szerintem tök átlagos, normális családban van, és egyszer csak ugye elköveti ezt a gyilkosságot, és akkor utána, hogy ott kijön a házból a bejárati ajtón, és ott áll értetlenül késsel a kezébe, az állarca felhúzva ide a feje tetejére, és ott szirénáznak a rendőrök, állnak értetlenül, hú, hát az hidegrázós, és hogy miért lett ő ilyen, amilyen, miért lett egy gyilkológé, erre nem kapunk magyarázatot, és ez a legijesztőbb benne, hogy neki nincs indoka, hogy miértől. Ő azért öl, vagyis hát, mert hát nincs neki indoka. Őt nem is lehet meggyőzni, hogyha szembe találkozol vele, hogy akár ha az életedért könyörögsz, nem fog kegyelmezni, mert tényleg ő megy, és gyilkol, és az a lassú, komótos mozgása, hogy nem siet, de tudod, hogy el fog kapni, vagy el fogja kapni az áldozatot, aki pedig menekül, úgyhogy ikonikus a maszkja is neki. Egyébként a Halloween-nel is sajnos úgy vagyok, hogy ez az első része van, meg a harmadik, ugyanben nincs benne Michael Myers, meg még megvan a 2018-as, meg annak a folytatása, úgyhogy ezt a három részt láttam többször, a többit az csak egyszer, és a legutolsót azt még nem láttam, a Halloween Ends-et, de nagyon kíváncsi vagyok rá, úgyhogy már sort kerítek rá valamikor. Ja, ezért Michael Myers az első, mert ő tényleg egy vérbeli gonosz, minden indok nélkül, egyszer csak gyerekkorába elkattant nála valami, és azóta is folyamatosan. Ja, nagyon ijesztő az ő karakter, és tulajdonképpen, mintha nem is ember lenne, mert hogy nem is nagyon lehet őt megölni. Úgyhogy ja, nem sikerült az összes rész között. Hát jó, az utolsót nem láttam, de egyik részbe se sikerült őt megölni, és pedig hát többször lelőtték például, vagy a Halloween Kills-nek a végén is azért kapott rendesen, és meg se kottyan neki, úgyhogy ja, ijesztő karakter, és baromi jó, nagyon szeretem. Ikonikus a maszkja, a ruhája, fú. Ja, igen. Hát, ennyit mondanék tényleg róla. Első helyezett Michael Myers. Na hát, nálam is első helyezett Michael Myers. Úgyhogy, ja, imádom Michael Myers. Ja, az eredeti film fantasztikus, ugye az a kedvenc horrorfilmem. És szeretem az egész szériát, és Michael Myers tényleg ez a gonosz. Gyilkol azért, mert gonosz. Nincs tényleg indok semmi. Később persze, a későbbi részekből ugye próbálták magyarázni, hogy mit tudom én, szekta irányítja, vagy mondjuk a remake-ben ugye ez a rossz gyerekkor miatt történik, meg hasonlók, de mindegy. Tehát nekem azt tetszik jobban, ami az első pár részben van, amikor tényleg Michael szintán csak gonosz, és gyilkol, és nincs indok, nincs ok, nincs magyarázat, szintán csak megy, megfogja a nagy konyhakést, felveszi azt a maszkot, ami egyébként tök jól néz ki, tehát nagyon jól eltálták szerintem a maszkot, az állatot, az egész öltözéket, és tényleg megy, és nem lehet megállítani, megállítatlan gyilkológép, tényleg fantasztikus, ahogy Michael Myers-t megalkották, kitalálták, úgyhogy ja, első hely nálam is, Michael Myers.
Imádom. Na, hát érdekes listák voltak ezek szerintem. Igen. Pár a tiéden, amire nem számítottam. Úgyhogy ja, nagyon változatos, érdekes volt szerintem. Úgyhogy ezzel a végére értünk akkor ennek a top 10-nek, úgyhogy kíváncsiak vagyunk tényleg, hogy a nézőknek kik a kedvenc horror ikonjaik, meg horrorfilmes karaktereik, úgyhogy mindenféleképpen írjátok meg hozzászólásban, akár a videó alatt, akár a Facebook csoportomban, tényleg nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy kik a kedvenceitek. Ugye rengeteg horror ikon létezik, tényleg így mondhatnánk a, nem is tudom, a rémecskéket, a szörnyecskéket, a Aki bújt, aki nemből, a Creepert, Hannibal Lecter, tehát rengetegen vannak, akiket nem említettünk, még Pumpkinhead, nagyon-nagyon sokan vannak, nagyon tényleg nagy a választék, amiből lehet válogatni, lehet nézni ezeket a filmeket. Úgyhogy ja, rengeteg horror ikon létezik, de hát ugye, ahogy mondtam, ugye a videó elején is, ugye miattuk is szeretjük a horror műfajt. Úgyhogy akkor ennyi volna ez a top 10-es lista, reméljük, hogy ez a videó is, ez a beszélgetés is tetszett, ha igen, akkor kattintsatok tetszikre, iratkozzatok fel mindkettőnk csatornájára, és akkor ugye várjuk a véleményeket, hozzászólásokat, meg a ti listáitokat is. Nagyon szépen köszönjük, hogy ezúttal is velünk tartottatok, és akkor hamarosan jövünk majd a következő epizóddal, ami már az októberi epizód lesz, úgyhogy Halloween környékén jövünk majd egy videóval, egy beszélgetéssel, aminek, hát nem tudom, eláruljuk, hogy lesz esetleg valami köze Halloweenhoz, de mindegy, ezzel már árultuk. Úgyhogy akkor hamarosan jövünk. Jövünk tartottatok, sziasztok! Így van, köszönjük szépen, hogy végignéztétek a videót, legközelebb találkozunk, sziasztok!